A rendszeres meditáció segít feldolgozni a stresszt, növeli az agyad szürke állományát, emellett pedig hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyabban aludj, hogy önfegyelmet építs és jobban tudj koncentrálni minden helyzetben. Ezek viszonylag kifizetődő dolgoknak számítanak egy ember életében, és ezek az előnyök csak a jéghegy csúcsát képzik. A meditáció akkora segítséget jelenthet egy ember számára, hogy nevetséges, hogy ilyen kevesen próbálkoznak meg vele. Sokan azt gondolják, hogy gázos vagy, hogy ugyanabba a kategóriába tartozik, mint amikor az EzoTV-ről rendelsz pénznyerő energiát SMS-ben, pedig a meditációhoz nem kell hinned semmi ilyesmiben. Csak csinálni kell. Na de az előző csoport mellett ott vannak azok, akik megpróbálták, de vagy nem volt hozzá kitartásuk, vagy egyszerűen nem érezték semmi hasznát. Pedig minden épelmű ember képes meditálni. Ezért ebben a videóban nem a meditáció pozitív hatásait fogom boncolgatni, hanem azt mutatom be, hogy milyen típusai vannak a meditációnak azon kívül, hogy leülsz és figyelsz a légzésedre. Mert hogy rengeteg típusa van, és nagy valószínűséggel találsz olyat, ami neked is beválik. A videó végére biztos vagyok benne, hogy olyan dolgok is elhangzanak, amelyek meditációnak számítanak, és amit lehet, hogy lényegében napi szinten csinálsz, csak nem feltétlenül célzottan vagy tudatosan. Ha már említettem a légzésre való fókuszálást, akkor kezdem ezzel a típussal. Ez az úgynevezett koncentrált vagy fókuszált meditáció egyik formája. Ennél a típusnál választhatsz, hogy a légzésedre, egy pontra vagy egy tárgyra, vagy esetleg egy konkrét hangra irányítod a figyelmedet. Aki azt mondja, hogy próbálta már a meditációt, az valószínűleg erre a típusra gondol, mert ezt szokták ajánlgatni kezdésnek. Ennek az a lényege, hogy a figyelmedet csak egy célra irányítod, és amikor valami megzavar, akkor szépen lágyan visszanyered a figyelmedet, és visszairányítod oda, ahol idézőjelesen lennie kell. Remekül fejleszti az önfegyelmet, a szilárd figyelem kialakítását, és azt is, hogyha valami megzavar, akkor minél gyorsabban vissza tud térni az eredeti feladatodhoz. De nem csak így lehet meditálni. A meditáció talán legkönnyebben gyakorolható típusa az, amikor nem koncentrálsz kifejezetten semmire, csak sodrulsz az árral, és fejben jegyzed, hogy mi történik körülötted. Ez a mindfulness vagy tudatosság meditáció. Ha tudatosan belegondolsz, hogy ebben a pillanatban milyen illatot vagy szagot érzel, hogy mit látsz, hogy fázol-e vagy meleged van, vagy pont jó a hőmérséklet, hogy milyen érzés a rajtad lévő ruha tapintása, és igazából a végtelenség is sorolhatnám, de az a lényeg, hogy ha elkezdesz ezekre az apróságokra tudatosan figyelni, akkor lényegében már meditálsz is. Ebben az a jó, hogy bárhol csinálhatod, mindig ugyanaz lesz a hatása. Jelen leszel egy kicsit, és nem rágod magadat az aktuális, de hosszú távon nem feltétlenül lényeges problémákon. A koncentrált típushoz közel áll a mantrázás, aminek annyi a lényege, hogy az adott helyzetre kitalálsz magadnak egy 1-2 mondatból álló szöveget, ami megerősít és azt ismételgeted magadban, és csak erre figyelsz. Erről többet nem is mondok, mert minden helyzetben használhatod, és tőled függ, hogy éppen milyen mantrát találsz ki magadnak. Annyira érdemes figyelni, hogy itt is magadra és olyan dolgokra koncentrálsz, amelyeket befolyásolni tudsz, és ne esd bele abba a hibába, hogy először 5 percig mondogatod magadban, hogy sikerülni fog a vizsga, majd tanulás helyett inkább nyomkodod tovább a telefonodat. A meditáció negyedik típusa a mozgás közbeni meditáció. Ide sorolható a séta, az edzés minden formája, azok közül is kiemelten a jóga, a tánc és a küzdősportok. De az is megfelel a célnak, ha összeraksz magadnak egy rövid tornát arra az esetre, hogy a napközben át szeretnéd mozgatni magadat. Edzés közben és főleg az említett mozgásformák esetében teljesen jelen kell lenned ahhoz, hogy hatékonyan csinálhassd a dolgodat. Ide sorolhatóak még az extrém sportok, mellettük a zenélés, az éneklés, a festés és minden nemű alkotó tevékenység, és persze a kétkezi munka is. Sokan például a kertészkedésben találják meg azt, amit mások azzal is el tudnak érni, hogy leülnek, és csak egy dologra koncentrálnak. Az utóbbi csoportba tartozó emberek viszont lehet, hogy nem képesek annyira átélni a kertészkedést, hogy azt a meditáció egy formájának tekintenék. A következő típus a testszkennelés vagy testvizsgálat nevű gyakorlat. Ez annyiból áll, hogy lefekszel, lehunyod a szemedet, és a fejed bóbjától elindulva egészen a lábujjaidig, fentről lefelé megfigyeled minden egyes testrészedet. Olyan dolgokat fogsz észrevenni, amelyek totál elkerülik a figyelmedet. Rájössz például, hogy folyamatosan ráncolod a homlokodat, hogy totál görcsölsz váltájékon, vagy hogy nagyon feszül a derekad. Az ilyen kényelmetlenségeket nagyrészt tudod magadnak korrigálni, azzal pedig, amivel nem tudsz mit kezdeni, fordulj másokhoz segítségért. Emellett nagyon érdekes a vizualizáció, ami lényegében arról szól, hogy fejben, pontról pontra lejátszol egy adott tevékenységet. Akár egy zongoradarabot, egy koreográfiát, egy egész edzést, vagy bármilyen élethelyzetet, amit már átéltél, és nagy valószínűséggel még át is fogsz a jövőben. Szeretném elválasztani ezt a vonzás törvényétől, mert ez nem arról szól, hogy elképzeled, hogy hogy fog kinézni az állásinterjút, a randid, vagy az esti buli, és az úgy is lesz.
Ha sportolóként vagy művészként egy megmérettetésre készülsz, és megvan a fejedben, hogy hogy fog kinézni az egész, vagy ha már jártál a helyszínen, akkor vizualizálhatod magadban az eseményt. Itt konkrétan lejátszott fejben a mozgás közbeni meditációt, és mivel a test és az elme együtt dolgozik, ezért mindenképp pozitív hatással lesz rád ez a fajta meditáció is. Ehhez viszont mindenképp toppon kell lenned, és biztosan ismerned kell a tevékenység minden egyes mozzanatát, méghozzá megfelelő sorrendben. Nagyon egyszerű módja a meditációnak az, amit én kedvességszórásnak hívok. Ennek az a lényege, hogy a belső kis beszélgetésedet tudatosan úgy alakítod, mintha a legkedvesebb barátoddal beszélnél. Nagyon fontos, hogy együttérzéssel fordulj magadhoz, és ne túlozd el a hibáidat, és észrevedd azt is, hogy mit csinálsz jól, és úgymond miért nézhetsz fel magadra. Ebben a gyakorlatban az a nagyon erős, hogyha reálisan és barátian fordulsz magadhoz, akkor ez idővel segít eltüntetni azokat a dolgokat a fejedből, amelyeket más, mérgező hatású emberek ültettek bele az életed során. Azt, hogy nem vagy rá képes, gyenge vagy, vagy hogyha kiállsz magadért, akkor csak kicseszel magaddal. Amint elkezded ezt, és közben reálisan nézel a világra és magadra is, szépen lassan rájössz, hogy a beszűkült gondolkodású, lehúzó emberek hangjának semmi keresni valója a fejedben. Segíthet, hogyha időnként másokat is magad elé képzelsz, és feléjük is hasonlóan fordulsz gondolatban, illetve ha az utcán járva nem azt nézed, hogy kiben mi a kifogásolható vagy a gáz, hanem elkezded azt figyelni, hogy mit dicsérhetnél meg azokon, akikkel random összesodor az élet. Végül pedig ott van az, amikor fejben felteszel magadnak egy olyan kérdést, ami segíthet abban, hogy meghozd az aktuális élethelyzetet fontosabb döntéseit, vagy egy olyan kérdést, amivel utána járhatsz, hogy miért érzed úgy magadat, ahogy. Tedd fel például magadnak a kérdést, hogy hosszú távon akkor érezném magamat jobban, ha az A helyett a B forgatókönyv valósulna meg? Vagy akár azt, hogy miért vagyok ennyire feszült? De ha minden oké, akkor csak kérdezd meg magadtól, hogy miért lehetsz hálás, és sorolj fel pár dolgot. Nagyon fontos, hogy érezd is át. Mindez segít abban, hogy egészséges kapcsolatot alakíts ki az érzéseiddel, és ne nyomj el magadban semmit, amit fel kellene dolgoznod ahhoz, hogy teljes mértékben magadba építhesd a helyzet tanulságát, és így tisztán tovább állhass. Ezeken a gyakorlatokon kívül én még létrehoznék egy egyéb kategóriát. Ide sorolnám azt, amikor meghallgatsz egy a kedvedhez illő számot, és teljesen odafigyelsz a szövegre, és az érzésre is, amit a zene felébreszt benned. Ide tartozik, hogy evés közben csak azzal foglalkozol, hogy egyél, és nem csinálsz mellette semmit, csak élvezed az ételedet vagy az italodat. Ebbe a kategóriába sorolnám azokat a videójátékokat, amelyek teljes koncentrációt igényelnek, illetve a fejtörőket, a rejtvényeket, a logikai játékokat és az olvasást is. Ha belegondolsz, akkor bármit csinálsz, meditálhatsz közben. Még a zuhany alatt is játszhatsz a víz hőmérsékletével, a víznyomással és azzal, hogy csak arra a testrészedre figyelsz, amelyre éppen a vizet engeded. A meditáció innentől a kreativitásodra van bízva. Lényegében valamilyen szinten tekinthetsz erre egy játékként, nem kell spirituálisnak lenned hozzá. Tisztán emlékszem, amikor gyerekként rajzoltam magamnak egy számítógépet, mert nem volt, és elképzeltem, hogy játszom rajta egy olyan játékkal, amit korábban másoknál láttam, vagy amikor a zongora vizsgám előtt kórházba kerültem, és ott zongora nélkül csak a levegőben játszva gyakoroltam. Visszagondolva, mindez a meditáció különböző típusainak vegyítése, és biztos vagyok benne, hogy hozzájárult ahhoz, hogy értelmesen jöjjek ki olyan helyzetekből, amelyek másképp még jobban megviseltek volna. De ennyi nosztalgiázás elég is, a lényeg, hogy tudsz meditálni, amikor és ahol eszedbe jut, és hogy ugyanúgy élvezheted a meditáció előnyeit akkor is, ha az alap leülős, lélegzős, számolós módszer nem jött be. Az előző heti kommentnyertes Petra lett, akinek itt láthatjátok a kommentjét. Hogyha esetleg még nem láttad az új, érzelmek kezeléséről szóló sorozaton bemutató részét, akkor mindenképp nézd meg. Amennyiben te is szeretnél kommentnyertes lenni, akkor válaszolj a heti kérdésre, ami most a videó fényében az lesz, hogy a felsoroltak közül neked melyik meditáció fajta a legszimpatikusabb, és miért. Amennyiben tetszett a videó, lájkold be és oszd meg azokkal, akik kedvesek neked, illetve a többiről sem szeretnél lemaradni, akkor fontold meg a feliratkozást és nyomd rá a kis csengőre, mert minden héten újat töltök fel. Ha szimpatikus neked, amit csinálok, akkor Instán is csekkold az oldalamat, mert ott napi szinten posztolok olyan gondolatokat, amelyek segíthetnek abban, hogy új nézőpontból vizsgálhass meg az életed különböző területeit. Ezeken kívül az összes platformon megtalálsz, amit itt látsz. Köszönöm, hogy rám szántad az idődet, és mindenképp írj, ha megtaláltad a meditáció azon típusát, ami bejön neked, illetve akkor is, ha ebben segítségre lenne szükséged. Szia!